Ma reggel a következő üzenettel kezdünk, aminek a címe egy Mózeshez hasonló proféta. Kezdjük egy imával. Atyám, köszönöm neked az igédet, köszönöm, hogy a te igéd igazság. Köszönöm, hogy Jézus maga mondta, hogy mindannak be kell teljesednie, ami megvan írva róla Mózes törvényében, profétákban és a zsoltárokban. Ma reggel tehát látni akarjuk az ígéreteket, azok beteljesedését, és ezen keresztül is, Atyám, köszönjük neked, hogy bizonyosságot, teljes bizonyosságot adtál mindazokról a nagyszerű dolgokról, amelyeket mindannyiunknak megígértél, és biztosítottad azt, hogy azok beteljesedjenek. Köszönjük és áldunk téged Jézus nevében. Amen. Szóval, jó reggelt még egyszer. Ma reggel egy olyan témát fogunk érinteni, ami kedves a szívemnek. Hiszem, hogy Jézus az Ószövetségben egy lenyűgöző dolgot látunk, szó szerint láthatjuk őt a Biblia első oldalától kezdve, mikor Isten azt mondta, legyen világosság. Az első napon egyáltalán nem volt nap, hold és csillagok, természetesen a második és harmadik napon sem. Ezek csak a negyedik napon lettek megteremtve. Mégis volt egy világosság a világban, és ez Jézus volt, aki azt mondta, én vagyok a világ világossága. Pontosan ezért a legvégén, amikor Isten mindent újjá fog tenni, új eget, új földet, új Jeruzsálemet nem lesz többé szükség napra, holdra és csillagokra, mert a Biblia azt mondja, az Isten báránya lesz a menóra, ő lesz a lámpás, ő lesz a fénye annak. Tehát tudjuk, hogy ő volt a világ világossága, aztán azt mondta nekünk, hogy mi vagyunk a világ világossága, aztán újra ő lesz a világ világosságra, és ez gyönyörű dolog. De most egy érdekes témához akarlak vezetni benneteket, ami ott van a messiasság a zsidó nép szemléletében, vagy gondolkodásmódjában. Meg kell értenetek, hogy a zsidó nép nem azt várja, hogy egy ember legyen Isten, vagy Isten legyen ember. Az ő gondolkodásmódjukban a messiás felkentett, egy felkent szemét jelent. A történelem során a zsidók messiási várakozása három személy körül mozgott. Hadd magyarázzam el, miről beszélek. Ismétlem, sok messiás volt. Mikor azt mondom, hogy messiás, akkor nem a messiásról beszélek. Felkentekről beszélek. Őket említi az Ószövetség, teljesen törvényesek voltak, felkent emberek, akik vezették az akkori nemzetet, Isten által felkent, Isten által kiválasztott, Isten által kijelölt emberek. De amikor eljutunk a megjövendőlt messiáshoz, a messiáshoz, az egyetlen egyhez, három fő profécia szólt egy eljövendő személyről. Ő az eljövendő, aki nagy és hatalmas szerepet fog betölteni a történelemben. Ez a három fő messiási profécia erről az eljövendő szeméről a jövőben a következő. Egy Mózestől, egy Józseftől, és egy Dávidtól. A végtelenségig taníthatnék Józsefről, mint a messiás típusáról. Egyébként van erről egy tanításom, talán jövőre összerakom. Persze ott van Dávid, mint a messiás típusa. Maga a messiás Jézus, Dávid fiának hívták az emberek. Az Ószövetségben néhány proféciában így hívják azt, aki Jeruzsálemből fog uralkodni az ezeréves királyságban, Dávidnak. Miért is van ez így? Mert természetesen Dávid, József és Mózes mind olyan személyiségek voltak, akiket Isten felkent, akik vezetők voltak, és akik nagyon fontos szerepet játszottak Izrael történelmében. Mindhármukat egy személynek kell beteljesítenie, és ez természetesen Jézus Krisztus volt. A zsidó népnek mindezek a proféciák előttük álltak, előttük voltak, és nem tudták, hogy ez a három személy, ez a három messiás ott a fejükben, ez a három felkent egy és ugyanaz, vagy különállóak.
Egyszerűen nem tudták ezt. Úgy tűnt, mint a különállók lennének, mert hogyan lehetsz Lévi törzséből, Júda törzséből és Józseftől? Hogy lehet ez? Tehát azt gondolták, hogy talán van egy messiás ebből, egy messiás abból. Nem értették meg, hogy jönni fog valaki, aki tesz szerint Júda nemzetségéből származik, de minden szerepében tökéletesen illeszkedik József típusához, Dávid típusához, aki király, és aki nemzetének megmentője, és aki ilyen időkre lett elküldve, mindezek csodálatos dolgok. Ma reggel ezzel foglalkozunk, mint Mózes. Ez nagyon érdekes, mert maga Mózes az, aki proféciát kapott, hogy valaki nagyobb lesz nála, de aki sok mindenben hasonlítani fog hozzá. Szeretnék végigmenni a Bibliában található Mózeshez hasonló dolgokon, aztán a végén megnézzük a különbségeket Jézus és természetesen Mózes között. Tehát az első dolog, kezdjük, készen álltok? Kezdjük a versenyt az idővel. Az első dolog, ő biztosan Izrael testvérei közül való, mert a profécia így szólt, a testvérek közül lesz. A profétának zsidónak kellett lennie, és Jézus öröksége Júda törzséből származik. Mikiás 5:2. De te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Máté 1-ben Jézus leszármazásáról szólva azt mondja, szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, vagy héberül Yeshua. Ebben az üzenetben végül Yeshua nevet fogjátok látni, egyszerűen azért, mert szeretném, ha megértenétek, hogy a Yeshua szó megváltást jelent, amikor azt mondja, nevezd előtt Yeshuának, mert megmenti népét az ő bűneiktől. Az ő neve azért megváltás, mert megváltást nyújt a bűnökből. Ezért nevezték így. Zsidók 7:13-14. Mert akikről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, amelyből senki sem szolgált az oltár körül. Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadott, amely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról. Nagyon érdekes. Jelenések 5:5. Egy pedig a vének közül mondanékem, ne sírj, amikor senki sem tudta kinyitni a tekercset, János annyira elkeseredett, hogy sírni kezdett. Ki méltó arra, hogy kinyissa? Ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak 7 pecsétjét. Mindannyian ismerjük a 7 pecsételt, az ítéletet, amely mindegyikben eljött, a 7 tálat, a 7 trombitát, mindezeket. Második, mindketten pásztorok voltak. Ne felejtjétek, Mózes pásztor volt, apósának, Jetrónak a juhait gondozta. Yeshua azt mondta, én vagyok a jó pásztor, és Mózes is juhokat gondozott, természetesen átvitt, és szó szerint értelemben ő gondozta a juhokat, amikor Midján sivatagjában volt, és természetesen gondozta Izrael népének nyáját a sivatagban. 2 Mózes 3:1. Mózes pedig Örzival az ipának, Jetrónak a Midján papjának juhait, és hajta a juhokat a pusztán túl, és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez. 2 Mózes 14:13, és mondta Mózes a népnek, ne féljetek, megálljatok, és nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek, mert amely egyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Először a rendes jókat gondozta, majd Izrael népét gondozta, védelmet, bizonyosságot és persze sok reményt adva nekik. János 10:11, Jézus így tesz bizonyságot önmagáról, én vagyok a jó pásztor az életét adja a juhokért. Jelenések 7:17, mert a bárány, aki a trón közepén van, pásztorolja őket, és élő vizek forrásához vezeti őket, és Isten letöröl minden könnyet a szemükről.
Zsidók 13:20, a békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, ami Urunk Jézus. Tegyen készségesítiteket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálva ti bennetek, mi kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Amen. Harmadik, mindkettő azért lett elküldve, hogy elhozza a megváltást 400 év látszólagos tétlenség után Isten részéről. Hát nem érdekes? Tudjátok, az izraeliták 400 évig rabszolgasorban voltak Egyiptomban, és a 400 év, mielőtt Jéshua Jézus eljött, feltűnően csendes évek voltak Isten részéről. Emlékezzetek erre. 1 Mózes 15:13, mondd az Úr Ábrámnak, tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem az övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket 400 esztendeig. Érdekes, hogy ez a szám ott van. Aztán persze 2 Mózes 12:40, az Izrael fiainak lakása pedig, amíg Egyiptomban laknak, 430 esztendő volt. Cselekedetek 7:6. Szólt pedig az Isten aképpen, hogy az ő magva zserélészen idegen földön, és szolgálat alá vetik azt, és nyomorgatják 400 esztendeig. Galata 3:17. Ezt mondom pedig, hogy a kötést, melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, a 430 esztendő múltán keletkezett törvény nem teszi erőtlenné, hogy megsemmisítse az ígéretet. Malakiás Krisztus előtt 430 körül fejezte be az írását. Galata 4:4, mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. Látjátok, Istennek volt egy meghatározott ideje, mikor eljött az idő, ahhoz, hogy olyan legyen, mint Mózes, még aznap el kellett jönnie. Negyedik. Mindketten 40 napon és éjszakán át böjtöltek, Mózes a Sínai hegyen, Jeshua pedig a júdeai sivatagban, amikor a sátán megkísértette. 2 Mózes 34:28. Ott volt az Úrral 40 nap, 40 éjjel kenyeret nem evett, vizet nem ivott. Felírja a táblákra a szövetség szavait, a 10 parancsolatot. Máté 4:1-2, akkor Jézus vitették a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől, mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt vala, végre megéhezék. Nos, én is éhes lennék 40 nap után, de gondolj bele, hasonlóságok, a szükségszerűség, a követelmények egészének teljesítésére, abban, amiket Mózes maga is tett, mert ő olyan, mint Mózes ezen a területen. Ötödik. Mindketten gyermekként Egyiptomban töltöttek időt. Hát nem érdekes, még Jézus Jeshuának is ott kellett elrejtőzni egy időre csecsemőként, hogy elmeneküljön Heródes elől. Hölgyeim és uraim, 2 Mózes 2:5-6, így beszél Mózesről, alámina a fáraó lánya, hogy megfürödjék a folyóvízben, szolgáló lányai pedig járkálnak a vízpartján, meglátták a ládácskák a sás között, elküldi az ő szolgáló lányát, és kihozza azt. Kinyitá és látta a gyermeket, és íme egy síró fiú, könyörül rajta, és mondta, a héberek gyermekei közül való ez. Máté 2:13, mikor pedig azok visszatértek, íme megjelent az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és mondta, kelj fel, vedd fel a gyermeket és annak anyját, fuss Egyiptomba, maradj ott, amíg én mondom neked, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Hát nem érdekes ez, hogy Isten Mózes és Jézus számára is Egyiptomot használta menedékül. Hatodik. Mindketten abban az időben születtek, amikor gonosz királyok halálra ítélték, az összes zsidó kisfiút a környéken. Fáraó megparancsolta, hogy minden héber kisfiút születéskor vízbe kell folytani. Heródes pedig azt a parancsot adta ki, hogy minden 2 évesnél fiatalabb kisfiút meg kell ölni. Mindkettő csodával határos módon menekült meg ettől a fenyegetéstől. 2 Mózes 1-ben, ekkor Egyiptom királya szólt a héber bábákhoz, ki közül az egyik
egyik neve Sipra, a másiknak pedig Pua, és azt mondta, amikor a héber asszonyok bábai teendőit végzed, és meglátod őket a szülőszéken, ha fiú lesz, akkor meg kell ölnöd, de ha lány, akkor élhet. Máté 2.16-ban, mikor pedig látta Heródes, hogy a bölcsek becsapták, igen, megharagudott, kiküldte szolgáit, hogy öljenek meg minden fiúgyermeket. Hát nem érdekes, mindketten a fiúgyermekeket keresték. Minden fiúgyermeket, aki Betlehemben és annak minden kerületében született, 2 éves kortól kezdve és alatta, az szerint az idő szerint, amelyet a bölcsektől meghatározott. 7. Mindkettőt Isten hívta el, hogy vezessen és megmentsen. Hát nem érdekes ez? 2 Mózes 14.31. Látál Izrael azt a nagy dolgot, amelyet cselekedik az Úr Egyiptomban? Féli azért a nép az Urat, és hívének az Úrnak, és Mózesnek az ő szolgájának. Cselekedetek 7.25. Azt gondolá, hogy az ő atya fiai megértik, ez Mózes, hogy az Isten az ő keze által adné ki szabadulást, de azok nem értették meg. Lukács 19.10. Most, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. János 3.16, mint mindannyian tudunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök életen legyen. János 6.38, mert én azért jöttem le a mennyből, hogy ne a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. 8. Mindketten csodákat tettek, hogy Isten adta tekintélyükről tanúskodjanak. 2 Mózes 7.20. Mózes és Áron pedig úgy cselekedtek, amint az Úr parancsolta. Felemelte a vesszőt, és megütötte a folyóban lévő vizet a fáraói szolgái szeme láttára. És minden víz, amely a folyóban volt, vérré változott. 4 Mózes 20.11. Felemeli Mózes az ő kezét, és megüti a kősziklát az ő veszélyével, 2 ízben sok víz ömlöl ki, és ivék a gyülekezet és az ő állataik. Máté 8.23-26. Mikor a hajóra szállt, követték őt az ő tanítványai. Ímé nagy háborgás lőn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják a hullámok. Ő pedig alusszik vala, és az ő tanítványai hozzámennék, felkölték őt, mondván, Uram, ments meg minket, mert elveszünk. És mondanékik, mit féltek, ó kicsinyhítőek, ekkor fölkenvén megdorgál a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség. Márk 8, aztán Betszaidába érkezett, egy vakot vittek hozzá, és könyörögtek neki, hogy érintse meg. Megfogta tehát a vakot a kezénél fogva, és kivezette a városból. És amikor a szemére köpött, kezét rátette, és megkérdezte tőle, lát-e valamit? Az pedig felnézett, és mondta, embereket látok, mint a fákat, amint járnak. Akkor ismét a szemére tette kezét, felnézett, és látott, mindent tisztán látott. Kilences. Mindketten vérszövetséget kötöttek, amely sokaknak üdvösséget hozott. Mózes a húsvéti bárány vérével az izraeliták ajtófejfáján, és Jeshua, Isten báránya kereszt gerendáin lévő vérben hozta be az új szövetséget. Hát nem érdekes. 2 Mózes 12. A te bárányod hibátlan legyen, 1 éves hím. Választhatjátok a juhok közül, vagy a kecskék közül. Vegyetek a vérből, és tegyetek a 2 ajtófélfára és a házak karzatára, ahol esztek. A vér pedig legyen nektek jelül az ő házaitra, ahol ti vagytok. Mikor meglátom az ő vérüket, elmegyek mellettetek. Ezért nevezzük ezt Páska ünnepének. Elmegyek mellettetek. Istenem azt mondta, hogy át fog menni rajtatok. Ha zsidó vagy, vagy ha filipino, vagy ha muszlim, vagy keresztény, vagy buddhista. Ami számít, az a vér, hölgyeim és uraim. Megértettétek? Addig nevezhetitek magatok a kereszténynek, ameddig csak akarjátok. Az, hogy keresztény családba születtél, nem jelent semmit. Ha nem kered Jézus vérét a szíved ajtófélfájára, akkor nem fog működni.
A vér pedig legyen nektek jel a házoknak, amelyben vagytok. Ha meglátom a vért, elmegyek mellettetek. A csapás nem lesz rajtatok, hogy elpusztítson titeket, mikor Egyiptom földjére sújtok. 2 Mózes 24. Mózes pedig vevi a vért, meghintével a népet, és mondta, ez annak a szövetségnek vére, amelyet az Úr kötött veletek, mind e beszédek szerint. Érdekes módon Máté 26-ban, mert ez az én vérem, mondta Jézus az utolsó vacsorán, az új szövetségnek, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Lukács 22:20. Hasonlóképpen vette a poharat is a vacsora után, mondván, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értettek kiontatik. Jézus azt mondta, hogy ez az én vérem, és jobb, mint a juhok és kecskéké. Ez a tökéletes vér, és ez nem olyan, amit minden nap, egész nap alkalmazni kell, mert ez egyszer és mindenkorra szól. Ez a szépség annak az áldozatnak, amelyet 2000 évvel ezelőtt adott nekünk. 10. Mindketten megkapták Isten nyilvános jóváhagyását egy hallható hanggal az égből, amelyet a tömeg is hallott. Mózes a Sinai hegyen, és Jeshua a kerességénél. Hallgassátok meg, 2 Mózes 19:9, mondd az Úr Mózesnek, íme én hozzád megyek a felhő homályában, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és higgyenek neked mindörökké. Máté 3:17, hirtelen hang hallatszott az égből, ezt mondván, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Péter később bizonságot tett. Azt mondta, nem csak, hogy láttam Jézust, hanem a fülemmel hallottam, hogyan tett Isten bizonságot róla az átváltoztatás hegyén, hogy ez az én szeretett fiam. 11. Mindketten lemondtak a nagy gazdagságról, hogy alázatos szolgálatban és szegénységben éljenek. Mózes az egyiptomi király palotájából, Jeshua a mennyei magasságokból. Mindketten nagy alázatosságukról voltak híresek. Zsidók 11. Hit által tiltakozott Mózes, miután felnövekedett, hogy Fáraó lányán fiának mondják, inkább választ van az Isten népével együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnál tartva Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Hit által hagyta ott Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Filippi 2:6-8. Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette szolgai formát vettől emberekhez hasonló lévén. Mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalaszta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Nem csak a halál, hanem a halál legmegalázóbb formája volt ez, amely akkoriban csak a bűnözőknek volt fenntartva. 12. Mindkettőt kezdetben elutasították a zsidók, amikor az előre megjövendőlt megváltás nem úgy tűnt, mintha megtörténne. És amikor Mózes először hívta ki a fáraót, a dolgok sokkal rosszabbra fordultak az izraelitek számára, ami kétségbeeséshez és haraghoz vezetett. Jeshua keresztre feszítése tehetetlen vereségnek tűnt. Mindkét üdvösségi helyzet kezdetben úgy tűnt, hogy az ígéretek nem válnak valóra, de valóra váltak. Hölgyeim és uraim, 14, Mózes 14:1, az egész gyülekezet felemelte tehát a hangját és sírt, és a nép sírt azon az éjszakán, és panaszkodott Mózes és Áron ellen, Izrael minden fia, és az egész gyülekezet mondta, bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban földjén, vagy bárcsak ebben a pusztában haltunk volna meg. Miért hozott minket az Úr erre a földre, hogy kard által essünk el, hogy a mi asszonyaink és gyermekeink áldozatokká legyenek? Nem volna jobb nekünk, ha visszatérnénk Egyiptomba? Mondanak ezért egymásnak, válasszunk vezért, és térjünk vissza Egyiptomba. Milyen szomorú. Máté 23 fejezetében Jézus Jeruzsálemet nézi, mielőtt diadalmasan bevonul a városba. Ó, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megöli a profétákat, megkövezi azokat, akiket hozzáküldtek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint tyúk a fiókáit a szárny alá, de te nem akartad.
Az ellenkezőjét akartátok. Cselekedetek 2. Tudjátok meg tehát Izrael egész háza bizonyosan, hogy Isten ezt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, egyszerre tette úrrá, Messiássá és Krisztussá. Cselekedetek 4. Ez az a kő, amelyet ti építők elutasítottatok, és amely a legfőbb sarokkővé lett. Volt egy elutasítás, de aztán Isten megfordította, hogy a legfontosabb kő legyen. 13-as, mindkettőjüket kritizált a saját családjuk. Mária és Jesua testvére a Márk 3.20-21-ben, valamint Mózes nővére és testvérei, hát nem érdekes. 4 Mózes 12.1-ben, akkor Miriam és Áron Mózes ellen szólt az etióp asszony miatt, akit feleségül vett, mert etiópiai asszonyt vett feleségül. Hűha! Fogadok, hogy ezt a legtöbben nem tudtátok. Márk 3.20-21. Azután hazatérének, és ismét egybegyül a sokaság annyira, hogy még nem ettek. Amint az övéim ezt meghallották, eljövének, hogy megfogják őt, mert azt mondták, hogy magán kívül van. 11. Mindketten hajlandóak voltak feláldozni saját életüket azokért, akiket vezettek, és fizetni népük bűneiért. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de Mózes, hiszitek-e vagy sem, Mózes hajlandó volt fizetni saját népe bűnéért, amikor lejött a Sínai hegyről 2 Mózes 32-ben. És természetesen Jézsua is készen állt, hogy meghalljon a mi érdekünkben, és ez nyilvánvalóvá vált a Getsemáné kertben. 2 Mózes 32, amely az egyik kedvenc fejezetem, 32 és 33 is nagyon szomorú, de egyben nagyon igaz. 2 Mózes 32, Mózes pedig könyörgött az Úrhoz, az ő Istenéhez, és ezt mondta, Uram, miért ég a te haragod a néped ellen, melyet nagy erővel és hatalmas kézzel vezettél ki Egyiptom földjéről? Fordulj el a te heves haragodtól, és engedj a te népednek e bántalmából. A 30. versben, és lőn másnap, hogy Mózes mond a népnek, nagy bűnt követtetek el, az aranybornyú, ha emlékeztek, most tehát felmegyek az Úrhoz, talán kiengesztelhetem a bűneidet. Nem érdekes? Máté 26, egy kicsit tovább ment, arcra borult és imádkozott mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Tizenötös. Mindketten csodálatosan adtak a népnek kenyeret, hogy ehessenek. Az izraelitáknak mannát küldtek az égből, és Jeshua jól akadta a sokaságot 2-szer is. Ő is úgy tett bizonyságot magáról, mint a mennyei kenyér. 2 Mózes 16-ban tudjuk lőn, hogy este fűrjek jövének fel, és ellepék a tábort. Reggel pedig harmadszállás lőn a tábor körül. Mikor pedig a harmadszállás megszűnik, ími a pusztának színén apró gömbölyegek valának, aprók, mint a dara a földön. Amint meglátták az Izrael fiai, mondának egymásnak, már ez, mert nem tudják, mi az. Mózes pedig mondta nekik, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eledelül. Hűha. Máté 14-ben mondák Jézusnak, csak 5 kenyerünk van itt, és 2 halunk. Ő pedig mondta, hozzátok ide hozzám. Megparancsolja a sokasságnak, hogy üljenek le a földre. Ő pedig fogta az 5 kenyeret, 2 halat, felnézőn az égre megáldá, megtöré, és adá a kenyereket a tanítványoknak. A tanítványok pedig adtak a sokaságnak. Mindnyájan ettek és jól laktak. 12 kosarat vettek fel tele a megmaradt darabokkal. Most már akik ettek, körülbelül 5000 férfi volt, nem számítva a feleségeket és gyermekeket. Az asszonyokon és a gyermekeken kívül. 1000 és 1000 ember táplált az Úr Jézus, aki testet öltött Isten. Éppen úgy, mint azok a milliók, legalább 1 millióan, akik kijöttek Egyiptomból, akiket azzal a földi mannával tápláltak.
János 6.32. Jézus ezt mondta nekik, bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret, mert az Isten kenyere az, aki a mennyből száll alá, és életed ad a világnak. Jézus azt mondta, én vagyok az élet kenyere, én szálltam le a mennyből. Mózes nem törte meg a kenyeret, a kenyér a mennyből jött. Én vagyok tehát az a kenyér. Mondnának azért nekik, Uram, add meg nekünk mindig ezt a kenyeret. Még nem értették, hogy miről beszél. Ő természetesen önmagáról beszél. 16. Mindkettőt elfogadták a pogányok. Mózes apósa, egy medianita azonnal hitt. Egyiptomiek is elhitték, hogy Izrael Istene valóságos és igaz. A pogányok pedig készségesen elfogadták Jézus a üdvözítő üzenetét. Nem érdekes? 2 Mózes 18, és mondta Jetro, áldott legyen az Úr, aki megszabadított téged az egyiptomiak kezéből, és a fáraó kezéből, és akkor megszabadította a népet az egyiptomiak keze alól. Most már tudom, hogy az Úr nagyobb minden Istennél, mert éppen abban, amiben azok büszkén viselkedtek, ő fölöttük állott. Cselekedetek 8. Az eunuk válaszolt Fülöpnek, és ezt mondta, kérlek, a eunuk egy etióp eunuk, nem volt zsidós, útban volt Jeruzsálemből Gázába. Fülöp mellette ült a szekéren, és Fülöpnek csak egy kis tekercs volt nála, és ez volt az egyetlen könyv, amit megoszthatott ezzel az eunukkal. Ez pedig Ézsaiás könyve volt. Hiszed vagy sem? Az Ószövetség fontos. Az az ember, aki nem is volt zsidó, egyetlen könyvön keresztül jutott el Krisztushoz. Nem is az egész könyvben, az Ószövetségen keresztül. Akkor azt mondta, kérlek, mondd meg nekem, kiről mondja ezt a proféta, magáról, vagy valaki másról? Akkor Fülöp kinyitotta a száját, és ebből az írásból kiindulva hirdette neki Jézust. Az úton haladva egy kis vízhez értek, és az eunuk azt mondta, nézd, víz, mi akadályoz meg engem abban, hogy megkeresztelkedjem? Mondta azért Filip, ha teljes szívedből hiszel, teljes szívedből megteheted. Nem azt mondta, nos, akkor a mi gyülekezetünk bizottság elé kell állnod, szeretnénk feltenni neked néhány kérdést, próbára akarunk tenni, tudod ezt, ezt, ezt és ezt, a kinézetedet is meg akarjuk vizsgálni, úgy értem, fordulj, megkérlek, szeretnénk látni. Nem, úgy értem, ha hogy hiszel el teljes szívedből, el akarok mondani egy történetet, amivel talán azonosulni fogtok. A fiam a katonai szolgálat előtt 18 életévét betöltve úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, hogy megkeresztelkedjen. Így eljött a gyülekezetünkbe, itt nincs egy vezető lelkipásztorunk, nekünk vényeink vannak, és ott ült az összes vénnel, úgy 8-an voltak, meg volt ijedve. Nem csatlakoztam hozzá, mert neki és neki kellett ott lenniük. Megkérdezték tőlem, Ariel, hiszel-e teljes szívedből? Tudjátok, mit mondott? Azt mondta, 90%-ban biztos vagyok benne. És nem keresztelkedett meg. 3,5 évvel később befejezte a katonai szolgálatot. Sok problémával kellett megbirkóznia. Elment egy tanítványi programra az Egyesült Királyságba 6 hétre. Visszajött, és azt mondta, apa, most már biztos vagyok benne, és megkeresztelkedett. Ha teljes szívedből hiszel, nem 90%-ban, akkor megteheted. Ő pedig felelve mondva, hiszem, hogy Jézus Krisztus a Isten fia, és megparancsolta a szekérnek, hogy álljon meg, mindketten lementek a vízbe, Fülöp is, és az eunuk is, és megkeresztelkedtek. Cselekedett 28, azért tudassátok veletek, az Isten üdvössége elküldetett a pogányokhoz, és meghallják azt. 17. Mózes alatt mindazok, akik hittek és követték az utasításokat, az áldozati vért az ajtóikra kenve, megmenekültek a haláltól. Ez azt jelenti, hogy mindazok, akik elhagyták Egyiptomot, megtették a hit lépését, és megmenekültek. Ma már nem csak etnikailag voltak héberek.
hitközségé váltak. Hasonlóképpen Jeshua alatt mindenki, aki magáévá teszi az ő áldozati vérét, amelyet értünk ontott, hogy megmentsen minket a halál hatalmától, belépett az őt követők hit közösségébe. Nincsen különbség bőrszín, kor, és főleg nem etnikai származás szerint. Ha a vért alkalmazod, és ha hiszel benne, akkor üdvözölni fogsz. Zsidók 11.28. Hit által rendelte a páskát és a vérének kiontását, az öldöklő ne illesse az ő első szülötteiket. Galata 3, mert ahányan megkeresztelkedtek Krisztusra, mindnyájan Krisztus öltöttétek magatokra, nincs sem zsidó, sem görög, sem rabszolga, sem szabad, sem férfi, sem nő. Mert mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ez nem azt jelenti, hogy nincs többé férfi és nő, rabszolga és szabad, görög vagy zsibó. Azt jelenti, hogy Krisztus Jézusban nincs részlehajlás. Isten nem szereti jobban a zsidó hívőket, mint a filippino hívőket. Ilyen nincs. Megértették ezt? Nem értem, miért akar annyi pogány zsidó lenni. Azt hiszitek, hogy jobban fog szeretni titeket? 18. 7 héttel, 50 nappal a kivonulás után az izraeliták várták Istent, hogy megkapják a Tórát, a törvényt. Most, hogy megmenekültek, hogyan kellett ezután élniük? Isten szövetséget kötött Mózessel, és utasításokat adott arra vonatkozóan, hogyan éljenek hit közösségként. 7 héttel, 50 nappal a feltámadás után tanítványok Jeshua utasítása szerint várták, hogy megkapják a Szent Lelket, és megszületett az egyház. Egy új hit közösség, egy új módja annak, hogyan éljünk hívőként. 2 Mózes 24:7, akkor fogta a szövetségkönyvét, és felolvasta a nép hallatára, azok pedig így szóltak, mindent, amit az Úr mondott, megteszünk, és engedelmeskedünk. János 16:13, amikor azonban eljön ő, az igazság lelke elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem a maga erejéből fog beszélni, hanem amit hall, azt fogja mondani, és megmondja majd nektek az eljövendő dolgokat. 19. Mindkettőjük arca ragyogott az ég dicsőségétől, amint azt az emberek, akik látták őket, észrevették. Mózesnek fájdalmat kellett viselni az arca fölött, mert annyira ragyogott, és Jeshua tanítványai látták a dicsőségét az átváltozás hegyén. 2 Mózes 34-ben ezt olvassuk, amikor tehát Áron és Izrael minden fia meglátta Mózest, ími az ő arcának bőre ragyogott, és féltek hozzá közeledni. Akkor Mózes odahívta őket, és Áron és a gyülekezet minden előjárója visszatért hozzá, és Mózes beszélgetett velük. Azután Izrael minden fia közeledett, és ő parancsolatként adta nekik mindazt, amit az Úr mondott vele a Sínai hegyet. Amikor Mózes befejezte velük való beszédet, fájtlat borított az arcára. Máté 17, 6 nap múlva pedig Jézus fogta Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvezette őket egy magas helyre egyedül. Átlényegült előttük. Az ő arca úgy ragyogott, mint a nap, és ruhája olyan fehér lett, mint a fény. 20. Mózes 12 kémet választott ki Kánaán felfedezésére, Jeshua 12 tanítványt választott ki. Mózes 70 uralkodót nevezett ki Izrael felé, Jeshua 70 tanítványt küldött ki, hogy megosszák az evangéliumot. 4 Mózes 13. Szólt az Úr Mózeshez mondván, küldj embereket, hogy kémeljék ki Kánaán földjét, amelyet Izrael fiának adok. Atyáik, minden törzséből küldjetek egy-egy embert, egy-egy vezetőt közöljük. 4 Mózes 11. Mondd azért az Úr Mózesnek, gyűjtsd össze hozzám Izrael vénei közül 70 férfit, akiket te ismersz, a nép véneinek és a nép felett való tisztviselőknek. Hozd őket a gyülekezet sátrához, hogy ott álljanak veled együtt. És aztán persze az új szövetségben, Lukács 6. Azokban a napokban pedig kiment a helyre imádkozni, és egész éjjel imádkozott Istenhez. Jézus nem nevezett ki senkit hosszas imádság és megfontolás nélkül. És akkor természetesen, amikor nappal lett, magához hívta a tanítványait, és közülük kiválasztotta. Hát nem érdekes? Egész éjszakát imádságban töltötte. A Biblia egyértelműen azt mondja, egész éjjel Istenhez imádkozott, majd közülük kiválasztott 12-t, akiket apostoloknak nevezett.
És azok az új apostolok, akik manapság minden reggel megjelennek és apostolnak nevezik magukat, jobb, ha nagyon-nagyon óvatosak vagyunk, hogy hogyan mondjuk ezt. Ezek azok az apostolok, akiket Isten nevezett ki a Szentlélek által, akik megmutatják, meg kell értenetek valamit. Ezért mondja a Biblia, hogy az egyház az apostolok és a proféták alapjára épült, és Jézus a legfőbb sarokkő, aki a tetejére épült. Ezért írták ezek az apostolok a Bibliát. Úgy értem, a mai apostolok meg tudják írni a Bibliát? Meg tudják változtatni a Bibliát? Nem. Most nem becsülöm alá az apostolok szerepét, ami az elküldetésükről van szó. Az egy másik történet. De valaki azt hiszi, hogy az első századi apostolok új változata, az tévedés. Aztán persze Lukács 10, ezek után az Úr 70 másikat is kijelölt, és elküldi őket kettesével az ő színe előtt minden városba és helyre, ahová ő maga is el akart menni. 21. Mózes kivezette a népet a rabszolgásságba a pusztába, 40 év vándorlás, megpróbáltatások és sok lecke, amit a nehezebb úton tanult meg, de mindezt Isten segítségével és jelenlétével az ígéret földjére csak később jött el. Jézus megváltott minket a vele való életre, még ezen a bukott földön. Nem, nem kerülünk azonnal a mennybe. Ez egy korlátozott idő, van benne fájdalom és küzdelem. Pál azt mondja, én lefutottam a versenyt, megharcoltam a jó harcot. Van harc, van egy verseny, van egy hit, amit meg kell tartani. Egy korlátozott idő fájdalommal és küzdelemmel, és sok leckét kell megtanulni a nehéz úton, de mindezt Isten segítségével és jelenlétével. Az élet, amelyre teremtettünk, betegség, fájdalom és halál nélkül, még csak most jön el. Az ígéret földje az új Jeruzsálem, ahol nem lesz többé könyvfájdalom és bánat a sarkon van. Józsué 5-6, mert Izrael fiai 40 évig jártak a pusztában, míg el nem pusztult az egész nép, amely harcosok voltak, akik egy itomból jöttek ki, mert nem hallgattak az Úr szavára, akinek megesküdött az Úr, hogy nem mutatja meg nekik azt a földet, amelyet az Úr megesküdött atyáiknak, hogy nekünk ad, tejjel és mézzel folyó földet. Róma 8 azt mondja, maga a lélek tesz bizonságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, gyermekek, akkor Isten örökösei, és Krisztussal együtt örökösök. Ha ugyanis vele együtt szenvedünk, együtt is megdicsőlünk, mert úgy vélem, hogy a jelen idejű szenvedések nem méltók arra, hogy összehasonlítók legyenek azzal a dicsőséggel, amely bennünk nyilatkozik majd meg. Amen. Tehát az összes hasonlóságot elvégeztük. Nézzük meg néhány nagy különbséget, amiben Jézus különbözik Mózestől. 1. Mózes nem volt tökéletes, nem ment át az ígéret földjére. Nem érdekes? Természetesen a feltámadási testében való átlényegülésig. De Jeshua tökéletes, és elment előttünk, hogy helyet készítsen nekünk, és az Atya jobbján ül. 4. Mózes 27. Az Úr pedig mondta Mózesnek, menj fel az Abarim hegyére, nézd meg a földet, amelyet Izrael fiainak adtam. Mikor meglátod, te is eltakarítatol a te népedhez. A népedhez eltakarítás azt jelenti, hogy meg fogsz halni, amint Áron, a te testvére is eltakarítatod. Mert a zimpusztájában gyülekezett viszálykodásakor fellázadtál parancsom ellen, hogy megszentelj engem a vizeknél a szemük láttára. Ezek Meribá vizei Kádesnél színpusztájában. Tehát Mózes nem mehetett be az ígéret földjére, miután 40 évig vezette az izraelitákat. Nem volt tökéletes, lázadó volt. Mózesnek megvoltak a maga napjai, megvolt a haraga, megvolt a bűne. János 14.3. Jézus magáról tesz bizonságot. Elmegyek, és helyet készítek nektek, visszajövök. Magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, Jézus bizonságot tesz. Nézzetek, én az Atya jobbján leszek. Én a mennyben lakok. A menny az én otthonom, és hamarosan eljövök, befogadlak titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Róma 8.34. Ki az, aki elítéli? Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támad, aki még az Isten jobbján is van, aki közben jár értünk is.
Második nagy különbség a kettő között. Isten csak egy népcsoportot üdvözített Mózes által. Jézus, Jesu által az üdvösség elérhető minden nemzet, minden törzs, minden nyelv számára. Érdekes módon egy 11. századi rabbi Levi Ben Gershon, ugye milyen érdekes, ezt mondta a Mózes 18. versehez fűzött kommentárjába. Azt mondta Mózesről, egy próféta közüled. Valójában a messiás egy ilyen próféta, ahogy azt a Midrász mondja, Ézsaiás 52.13 versében. Íme az én szolgám, boldogul. Mózes az általa véghez vitt csodák által egyetlen népet vezetett Isten imádatára, de messiás, ezt a rabbi mondta, messiás minden népet Isten imádatára fog vonzani. Csodálatos. 2 Mózes 3.11. Mózes pedig így szólt Istenhez, ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kivezessem Izrael fiait Egyiptomból. Csak ez volt az ő megbízatása. Persze Jelenések 7.9.10-ben. Ezek után láttam, íme nagy sokasság, melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből állt a trón és a bárány előtt. Felöltözve. Ez vagyunk mi, srácok, ott leszünk. Jelenések 7, majd gyülekezet már el lett ragadva, Jelenések 4. Jánost elragadták, ez az elragadtás képe. És akkor mi mit csinálunk ott? Imádjuk őt az ő trónja előtt. Fehér ruhákba öltözve, pálmággal a kezükbe, és hangosan kiáltozva mondják, ami Istenünk ki az üdvösség, aki a trónon ül, és a bárányé. Jobb, ha már most ezt énekelitek, és kívülön megtanuljátok ezeket a verseket, ezt fogjuk énekelni a mennyben. 3. Mózes adta át Isten törvényét Izrael népének, Jézus az egész világnak adta át a törvényét. Ez gyönyörű. János 1.17, mert a törvény Mózes által adatott, kegyelem is az igazság pedig Jézus Krisztus által. Galata 6.2. Egymás terhét hordozzátok, és így teljesítsétek be a Krisztus törvényét. Ez egy másik. Máté 22.37. Jézus ezt mondta nekik, szeressétek az Urat, a ti Isteneteket teljes szívvel, teljes lélekkel és teljes elmével. Ez az első és nagy parancsolat, és a második is hasonló hozzá. Szeress fel a barátodat, mint magadat. Ezen a két parancsolaton függ az egész törvény és a proféták. 4. Természetesen döntő fontosságú, hogy Jéshua valójában Isten fia volt. Maga Isten igéje jött el, hogy köztünk lakozzon tele kegyelemmel és igazsággal. Isten testé lett, és köztünk lakott. Jéshua a messiás. Ő nem Mózes, ő a messiás. Jézus a messiás. János 1. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő volt kezdetben Istennél. Mózes nem volt kezdetben Istennél. Mózes nem volt ott a világ teremtésénél. Jézus ott volt. János 1.14. És az ige testé lett, és köztünk lakozik, és láttuk az ő dicsőségét. Az Atya egyszülöttjének dicsőségét tele kegyelemmel és igazsággal. Remélem, hogy ma megértettétek, hogy Mózesben egy gyönyörű képet kaptunk Jézusról. Ugyanakkor csodálatos különbségek is vannak, és ezt lenyűgöző látni. Atyám, köszönjük neked az igédet, a te szavad, az igazság. Az egész Ószövetségben látjuk a messiás gyönyörű típusait, és csak Krisztus Jézusban teljesedett be minden. Köszönjük, és áldunk téged Jézus nevében. Amen. Amen.